de minute atacă, iată, formația ciucană, Meza Roș caută culoarul, șutează și mingea trece pe lângă poarta aparată de Răzvan Began. Și Csongi Erik Norbert most jött élbe, hát erős életerős játékos, hogy a tavalyi 13 gólt rúgtál az ő csapatnak. Mészáros tovább, Kálmán senki nem zavartatja, aztán oda csúsznak neki, gyerünk, gyerünk, nem. Csak. Na dvakrát to predsa len doma. Tam 3-1. Prašeň poslal center do 16. Sloboda môže zakončovať, ešte vylepšoval pozíciu pre Chrena. Pomerne zbytočne, ale lopta. Spoločne so Žilinčanom, Dominikom Holecom. A lepšie je na tom iba ďalší Dominik, a to Dominik Rajf. Teraz ale pozor na túto situáciu, pohronie môže ísť do... ...a képernyőről is kimeď. Takács. Ott van a kapu előterébe, gazdált a labda, és hatalmasat véd Stoján. Ballal megküldt. Bauza. Bauza pentru același bor. Nu e Mezaros aici și acum. A fost Andraș Mezaros în acest start de joc în care Csíkszereda este echipa mai activă. Csíkszereda este echipa care domină această întâlnire, care ajunge mult mai repede. Nem kényszerrel szálltak gyepre, vagy futottak ki a gyepre az FK Csíkszereda, Zucsú Valentin által vezényelt legénye is, Mészáros András rendkívül energikus egyedül, és jön a következő sárgalap, Svejka Uszka. Nyomás alatt találomra bele, Mészáros Rumpulákuval megnyeri Bondi a párharcot, Jakobája útját, még mindig Mészáros, kiteszi, Síb, beközé. Puțin spectaculos jocul de minute bune. Acum din nou în ofensivă urcă cei de la Csíkszereda, ataca și pentru Levente Bar, nu e Mezaros aici, Mezaros la Bara, încă o dată pentru... Ma is jól, maga biztosan játszott szélső átvédként, és nem csak az imént, de az imént is mutatta, hogy mekkora gyorsasági potenciál, milyen dinamika van benne. Jó lövés, kapufa, és gól! Mészáros berúgja, Bor gyönyörűen, gyönyörűen lőtte a rövid felső fele, a kapufát kapta el a játékszer, a kipattanót pedig Mészáros berúgta. És a 64. perc elején, de lehet, hogy még a 63. perc végén volt, inkább odaírom, Mészáros közelről valóban középcsatári szemfülességgel itt a kapufa, Mera, nem Mera volt, hanem Kutáru nem érte el a játékszert. Van Eder egyedül, senki nem zavartatja, most fut utána Szofrán, utoléri, Edernek nem sürgős, Eder remekül Bornak, Bor, Bor, jobb lett volna Dávid egy csel, ez még mindig a miénk lehet, így van Mészáros, berúgja, 2-0, ez az András, ez az Dávid, 2-0! Ez az András, ez az Dávid, tehát Bor Dávid remekül próbált átfűzni magát, aztán kis szerencsével nálunk maradt a labda, András, Mészáros András begyűjtötte, egy testcsellel remekül küldte el az ellenfelet, és varázsolt magának lövő sávot, és kilőtte a hosszút, kilőtte a bal alsót, 2-0 a 82. percben, remek alakítás, remek Mészáros alakítás, remek Bor... futott, és valamikor valóban nagy várathoz kötött csapat volt. Itt Mészáros próbálja megszerezni labdát, siker is neki, gyerünk, gyerünk András, ez az András, és meghúzta, és ott volt András, berúgja, ez az András, ez a magyar becsület, ez az András, szenzációsan csinálta meg Mészáros Andumojcit és Jabrét, ők mintha mellettem álltak volna itt a kommentátorállásba, úgy nézték a felvidéki csatárunknak a labdaátvételét, a cselét, ahogy megpróbálták ugyan egy kicsit megdolgozni kézzel, de mivel a büntetőtlen benne volt, csak szerivel tehették ezt, és köszöni szépen, Mészáros megszerzi. Kapufa.
Koval. Teraz má veľa priestoru na ľavej strane. Koval a Gustavo Cabral v obrovskej šanci. Výborne Jakubu, ale ešte lopta žije. Mesároš môže dať gól na brankovej čiare. To chcel zachrániť Michalík, ale nepodarilo sa. Tak Vion otvára skóre dnešného zápasu. Celkom zaslúžene sa to podarilo domácim. Andráš Mesároš strelcom prvého gólu v tomto dueli. Bola tá krásna prihrávka na Martina Kovala. Sa dostal domáci futbalista do... Klec. Bazán. Jeho centra je tam ešte priestor pre Mesároša. Ten sa skvele zorientoval v pokutovom území. Otvára skore tohto stretnutia. Kedy si počkal na tú odrazenú loptu. Zareagoval na ňu ako prvý a také polotočke, kedy sa nachádza chrbtom bráne. Otvára skôr tohto zápasu. Lukáš Pellegrini pripravený pri rohovej zástavke. Dobrá lopta, na ktorú Šemrinec musel reagovať. Následne ešte dorážka, Pohronie vyhráva 1-0. Po tom, čo svoje príležitosti nedokázali Trenčania pretaviť na víťazný gól, tak úder prichádza na opačnej strane. Andráš Mesároš sa perfektne zorientoval pred brankárom Igorom Šemrincom. A v absolútnom závere prvého polčasu strieľa zatiaľ jediný gól tohto stretnutia. Obrovská Mesárošová radosť. Po tom, čo tento Pellegriniho center dokázal brankár Šemrinec vyboxovať, Gio van Kessel loptu neskrotil pod svoju kontrolu, prepadla mu popod kopačku a